nagyon megtisztelő, hogy már gúnyolódásra is használják az én nevemet. Ez már nagy dolog. Ez azt jelenti, hogy az ellenségnek nagyon bököm a csőrét, és írta, ilyen levelezésekben vagyok benne, és a tábor emlékeztetek föl, olvastam a nők lapját, azóta írtam is már a szerkesztőséggel, aztán most ilyen levelezésben vagyok benne. És képzeljétek el, hogy hétfőn mondtam el ezt a prédikációt, ugye, hogy ez az anya megtagadta a fiát, azért, mert elmondta, hogy meleg hajlam van benne, és 17 éves gyerek. A gyerek azóta öngyilkossági gondolatai vannak, hogy nem szereti az anyja, és megtagadta Jézus miatt és a gyülekezet miatt. És szerdán vagy csütörtökön nyilatkozott a pápa, képzeljétek el, hogy ő neki nem, hogy is mondta pontosan, nem tudom idézni, de a lényeget mondom, ő neki nem tisztel, hogy elítélje a melegeket. Tehát ő nem, kicsoda ő, hogy elítélje őket. Nagyon érdekes dolog. Na most erre a tábori felvezetésre, hát ez egy nehéz téma. Tehát én azt gondolom, hogy nem akarok semmilyen bűn mellé állni, semmilyen, úgy gondolom, hogy a meleg hajlam az betegség elsősorban. Betegség egy, most nem beszélek az ilyen hobbi melegekről, divat buzikról, tehát ezekről nem beszélek. Mert vannak ilyen divat buzik, tehát azok nem normálisak, tehát azoknak az agyukkal van baj, nem lehet, szóval. De igazából, amikor valakinek a hajlama más, azt nem tud megváltoztatni. Oda isteni csodára van szükség. Isten csodára. Most, ha te nem tudsz produkálni isteni csodát, egyetlen egy dolgot tudsz adni, hogy elfogadod és szereted őket. Ezt az egyet tudod adni. Nem akarok, mondom, mellé állni semmilyen feddehajlamú dolognak, de miért alakulnak meleg közösség, keresztény közösségek? Nem azért, mert, nem elsősorban azért, mert Isten de el akarják fogadtatni ezt a dolgot, hanem azért, mert nem tudnak megszabadulni, és szeretnének hinni, de mindenhonnan ki vannak dobva. Ki vannak dobva. És akarnak hinni. Akarnak megszabadulni, de nem tudnak, mert nincs gyülekezet, ahova járhatnának. Erre a felvetésre írt egy anya nekem egy levelet, hogy ő ugyanígy járt a lányával, hogy majdnem kitagadta. De ő nem ezért, hanem azért, mert hívő létére elvált a lánya, aztán hozzáment egy másik férfihez, és mondta, hogy csak kárhoztatta és bántotta, és állandóan itt elítélte. És valami olyan szörnyűség volt benne, hogy megtagadja, hogy nem tudja fölvállalni az egyetlen lányát. Az egyetlen lányát. És mondta, hogy annyira megrendítő volt számára, hogy egyszer csak szólt neki az Isten, hogy kezd el szeretni a lányodat. Kezd el szeretni a lányodat, és ne ítéld el. Ne bántsod. Kezdjed el szeretni. És amikor elkezdte szeretni, képzeljétek el, hogy megváltozott a légkör, megváltozott az ő szíve, megváltozott a lánya szíve is, és kiderült, hogy ez a második férj, ez egy nagyszerű ember. Ez egy nagyszerű ember, és igazából ő tudta boldoggá tenni a lányát, az előzővel mindig csak veszekedtek. Az előző az hívő volt, hívő házasság volt, de elsősorban azért, mert ilyen kényszerpályákon futottak. Most nem mondom el, milyen a kényszerpályán futott hívő házasság, de amikor az Istenre hivatkozva születik egy házasság, és nem a szívedre hivatkozva. Hát most ne haragudjál már.
Nehogy már Júci néninek mondja meg az Isten, hogy én kit veszek el. De azért Júci néninek megmondja, úgy néz ki, és ő meg nekem. Csak hát ez így nem jó. A szívedbe kell, hogy eldőljön. A szívedbe kell, hogy eldőljön. És igazából két ember közötti szövetség, amikor egy hívő kényszerpálya van mögötte, a dolgok mögött. És tudjátok, olyan érdekesek ezek a dolgok, mert most úgy kezdjük észrevenni, hogy mesztelen a király. Én úgy érzem, mintha nem lettünk volna eddig hívők. Ezt most komolyan mondom. Benne voltunk egy ima, bibliaolvasás, gyülekezetbe járás, kisközösség, stb. Csináltuk a dolgokat, de valahogy az a szellem, az valahogy el volt nyomva legmélyen, ami Krisztusban munkálkodott, és valahogy meg lett szomorítva közöttünk, az Istenre hivatkozva. Ugye, itt Kotora, emlékszem még, itt csak közöttünk is, mit kotoráztunk, jegyes párnát kiderítettük, hogy lefeküdtek egymással. Komolyan, kiderítettük. Kizártuk a közösségből ezért. Az utolsó etapban én már nem zártam ki, itt két házaspár is van itt, akiről kiderült, és azóta már több gyerekük van. De volt, aki elment ezért, mert nem zártam ki. De megtudta. Megtudta a bűnkereső készülékével, kiderítette. Hogy hogyan, azt nem tudom. De pontosan, abszolút képbe volt a mások bűnei felől oly mértékben, hogy az hihetetlen. És épp ez a régi egyik vezető, aki mondjuk ezt a módozatot itt bevezette, hogy mindent néztünk, és főleg a szexualitáson keresztüli problémákat, ő meghatározta azt is, hogy a házasságban, a nem életben mit lehet csinálni, és mit nem a vezetőknek, mert különben démonokat hozunk be a közösségbe. Egy párunknak majdnem tökretette a házas életét. De ez a testvérünk aztán közben annyi milliót síbolt el, hogy az Interpol körözte. De a testvért ki akarta rakni, aki egyébként aztán megházasodott meg. Gyere, érted? De az nem bűn. Figyelj ide! Valami nagyon nem stimmel. Valahogy nagyon meg akartok ragadni a bűnt, és valahogy nagyon belesétáltunk közbe a másik oldalt. Olyan dolgokba, amik tönkretettek bennünket. Én nem akarok engedni a bűnöknek, te vagy az itt. És akkor ettől a testvértől épp a táborban is ott valaki megjelent, és mondja, de mi lesz a bűnnel? És még mindig nem jött eszébe, de több száz millió forint tűnt el. Miről beszélünk? Mi lesz a bűnnel? Uram, atyám! Hát mi lenne? Megvan úgy magában rendesen. És ha szórakozunk vele, akkor fölnövekszik. És legyűr bennünket. Az van a bűnnel. A bűnnel nem tudsz elbánni. Nem tudsz elbánni. Egyetlen egy dolgot tudsz, hogy Jézus elbánt a bűneiddel. És amikor ebbe vagy benne, betöltekezel ezzel, és igazából... Sőt, most még mondok nektek egy vadabbat. Az én életemben az Isten akkor engedte mindig az eleséseket a bűnökbe, amikor fölfújtam az agyam. És akkor olyan padlón éreztem magam, és mondtam, olyan szerencsétlen vagyok. És azt mondja az Úr, hát még most is sokkal jobb állapotba kerültél most, hogy a bűn miatt ilyen szerencsétlenül érzed magad, mint előtte, hogy már nem is tudom mekkora óta. Figyeljetek ide! Amikor jól vagy, akkor a bűnből kijössz az Isten kegyelme által. De amikor úgy mondjuk, úgy vagy jól, hogy másokat elítélsz, és lenézel, és magadnak különnek tartod, akkor hiába mondod azt, hogy nem vagyok olyan, mint ez a bűnös, aki itt hátul imádkozik. Azt mondja Jézus, az egy nyomorúság érzésébe úgy ment el onnan, hogy megigazult. Ez az első ember, aki meg azt gondolta, hogy jó, ez meg bajba került.
Nagyon csaló ez az, csalóka ez az egész hívő élet, és erről egy picit még szeretnék mondani. Végül is ennek az asszonykának megírtam, hogy remélem, hogy sikerül a végére hívőkké válnunk. Mert úgy néz ki, hogy nagyon sok mellékúton járkáltunk eddig, de remélem, hogy fog sikerülni. Azóta megszabadult a gyülekezetétől, egy külön szabadulási Isten mondta neki, hogy jöjjön ki. Egy gyülekezetből, igen. Mert oly mértékben lett megnyomorítva, és azért nyomorította ő is a lányát, és azért nyomorított mi, és amikor kijött, azt mondja, lehullott egy hájuk a szeméről, hogy vannak emberek a világban, és nem is olyan hülyék. Érted? Hülye szemüveget vettünk föl Jézus miatt. Hát nem át kéne emelni a világot? Beszéltem egy másik hívővel, és azt mondja, hogy hát ő nem szereti az embereket. Sőt, kimondottan várja már, hogy itt Isten elítéljeket, és belúgja ezt a mocskos bandát a kénkövel égő, büdös tóba. Azt mondja, Karesz, úgy csodálok, hogy te szereted. Hát mondom, figyelj ide, meg van a szívem telve az Isten szeretetével. És akkor mondta, hogy de mennyi vér, mi? De mondom, és nem ez a nyomorúság, ez nem ez a borzalom, hogy ide jutottunk az ördög miatt, és ennyire meg lettünk alázva. És én sajnálom a megtévesztett embereket, mert boldogtalanok, nyomorultak, kiégettek, és a halál vár rájuk. Őszi, mekkora csodát. Tessére, akarsz mondani egy szót? De, gyere ide, láttam rajta, gyere ide. Hát érzem én, gyere, beszélj, aztán én kikeresem az igét legalább. Most még mondottak előtt, nagyon szíven ütött engemet, mert nekem is ez egy szívem fájdalma igazándiból. Mikor láttam a világot becsapva, és nem ismerték meg azt az Istent, aki megváltotta őket, hanem mindenféle istenekbe hisznek, de az egy igaz Istent azt nem ismerték meg. És tiszta szívemből kívánom azt, hogy minden egyes keresztény ember, aki Jézus vallja, ismertesse meg avval a munkatársával, aki éppen ott van mellette, hogy mennyire szeret őt Isten, hogy képesek meghalni érte. Mert ezt nem ismerik az emberek, ismerik Jézust úgy, mint egy vallásalapítót, vagy Isten fiát, de nem ismerik az igazi lényegét, hogy kicsoda is ő valójában. Hogy ő az az Isten, aki megmentett az egész világot, és ez alól nincsen kivétel, a senki. Amen. Az biztos, hogy amikor átadod Istennek a szeretetét, elfogadását, és bocsánat, de ezt nem lehet másképp átadni, hogy közben szereted az embert. Megérzik az emberek. Biztos, ugye, nem tudom, hogy megfigyelted-e, hogy egész komoly dolgokat is meg lehet mondani valakinek, ha nagyon szereted. És egy pici dolgot sem lehet majd megmondani, ha egy ilyen bírálat, egy ítélet van benned felé. Egyből csattanik a dolog. Egyből azt mondja, mit mondtál nekem? Hát mit mondtál? Nem mondtam se, de mögötte volt egy atombomba. Mögötte volt egy nagy kés, amivel szíven szúrtad. Ennek az ürügy. Ez ürügy volt, hogy fölé kerekedj, hogy beolvas neki, hogy megalázzad, hogy bebizonyítsd neki, hogy nem jó. Na most, a hívő tagozat azért, igen, azért nehéz egy kicsit, figyeljetek, azért nehéz egy kicsit a hívő tagozat, mert egy nem, figyeljetek most, tényleg Isten előtt vagyunk, és egy jó tábor után, remélem, ez tényleg még bizonyságnak nem. Tehát egy jó tábor után vagyunk, hála az Úrnak, úgyhogy azok is részesülnek az áldásból, akik el se jöttek ki, oda se ballagott, még jutalmat is kapott. Ez semmi probléma, mi közösségünk ilyen. Tehát Isten áldása van azokon is, akik oda se jöttek, vagy akik közben elmentek, az is meg lett áldva. Mindenképpen áldásban vagyunk. És nem engedjük meg, hogy bántsuk egymást, még akkor se, ha igazunk van. És magunkat se bántjuk. Tehát a hívő tagozatban van egy nagyon érdekes dolog, amit valahogy az ember nem sejtett, vagy nem számolt vele. És ezt megmondom, hogy mi. Hogy amikor belépsz,
biztos ismeritek, már ezt mondtam, a Mariót és a varázslatot, ugye ez egy kötelező olvasmány volt, most már nem az. Csabi? Itt vagyok. Kötelező még? Hát aki választja. Választja, aha. A végén ugye megöli a Marió a varázslatot. Igen. Igen. Tipikus gyülekezeti szindróma. Tipikus gyülekezeti szindróma. Egy varázslat alá kerül valaki, aki olyan tesz, amit magától nem tenne, és amikor kiózanodik, akkor gyűlölt ellenségévé válik annak, aki ezt tette vele. Tipikus gyülekezeti szindróma. És elmondom, hogy miért. Mert mikor gyülekezetbe, egyházba, tök minden mibe kerülsz, ilyesmibe, akkor egy nem várt jelenség jön fel, hogy szellemi módon a szellemedhez és a lelkedhez hozzáférhetőség nyílik. Most bocsánat, hogy ezt így mondom. Míg egy elmész valahova, ott ez nem történik meg. Most mondhatnánk sok mindent, színházba, ide-oda, amoda, ott megérinti a szívedet valami, vagy történik, vagy klubokba, vagy pecázni is mehetsz, hát most mindegy, elmehetsz szalonnázni, de igazából ez a fajta összejövetel, ez a fajta dolog megnyit egy olyant, ami addig nem volt nyitva, nem is tudtál róla, mert halott volt a szellemed. Isten életre kelti a szellemedet, és ezáltal a lelked a szellemed mellé áll, és ezáltal a tested is megváltozik, és a Szent Szellem temploma lesz. Ez a valóság. Ez az újjászületés. Ez, ami történik minden hívővel kivétel nélkül. Ez egy csoda. Ez egy mennyei csoda. Isten gyermekévé leszünk, hitáltal, nem tőlünk van, hanem őtőle az újjászületés. És igazából ezen a területen megnyillik egy olyan dolog, amiben, ha bemegyünk testi erővel, tönkre tudjuk tenni az embert. A pszichiátriák tele vannak hívő emberekkel. Különösen karizmatikus hívő. Igen, tele vannak. Komolyan gyerekek tele vannak. Miért vannak tele? Nem azért, mert nem születtek újjá, mert nincs Isten, meg nem. Hanem azért, mert itt valami nem jól működött, valami elromlott. Mondhatnám azt is, hogy a legtöbb lelkipásztor diktátorrá vált. Mondhatnám azt is, hogy te meg vártad, hogy diktáljon neked. És az Isten közben nem tudott bekerülni. Az, aki újján tett téged, az, aki újján szült téged, az, aki igazából téged megmentett, és neked adott egy új teremtést, egy fiúságot, az egyre kevésbé kerül bele a képbe. És mivel egyre kevésbé kerül bele a képbe, létrejön a varázslás. És sokkal nagyobb bűnöket követünk el hívő gyülekezetekben, mint az, hogy most kikivel fekszik le, Uram Isten, mert ez a gumicica úgy nagyjából, ahogy látom most már, kizárjuk, csiki-csuki, kizárjuk, bezárjuk, kirúgjuk be. Vagy a homoszexualitás, ez a tetőpont. De ez sokkal nagyobb bűn, gyerekek. A varázslás, az Isten nevében való manipuláció sokkal nagyobb bűn, mint ezek a testi bűnök, mert ez szellemi bűn. A paráznás az a testenben követed el. De ez a szellemi dolog. És amikor miért kerül bele az ember? Ugye kaptam még tábor előtt ezt a látást, hogy amikor újjászületik egy ember, ott van az ördög, abban a pillanatban, mint amikor szül az asszony és fiút szült, és ott volt az ördög, a sárkány, hogy fölfalja a születő fiút. Ugye ez Jézusra vonatkozó profécia, de ez rád is vonatkozik, ez a profécia. Megjelenik a sátán az újjászületés egy pillanatában, és föl akar falni téged. Persze nem tud a világon keresztül, a hívő dolgokon keresztül akar fölfalni téged. Veszélyes vízre elvesztünk. Veszélyesebb, mint gondolnánk. Nagyon komolyan meg lehet sérülni, és nagyon komolyan meg lehet sérteni másokat. Talán ami legjobban elveszett, nem tudok erről sok mindent beszélni, de úgy szeretnék. A szeretet és a tisztelet. Igazából bennünket azt kellene, hogy jellemezzen, hogy
Hát ugye a szeretet himnuszt olvassuk, és ugye szeretet minden vétket elfedez. Mondja az isteni szeretetről. És ugye itt az előbb a bevezetőben mondtam, hogy minden vétket felkutattunk. Ahelyett, hogy elfedeztük volna. Ahelyett, hogy azt mondtuk volna, hogy ki fog jönni belőle. Ahelyett, hogy hittünk volna benne. Amit a Tibi is mondott. Ez egy nagyon érdekes dolog. Mert a Tibi jókat mondott ennek a barátjának. De miből? Egy emberi pozícióból beszélt. Egy emberi erőből beszélt. Egy emberi buzgalomból, és nem baj, hogy van ez, de ez nem az Isten. Az Isten az, hogy szeretlek téged ott benn, a bűnödben szeretlek téged, és nem hagylak el. De ezt a keresztények nem prédikálják, mert azt mondják, a bűnnel már nem lehet. Vége. Vége az egésznek. Csináljuk meg az elit kommandot, de nem megy gyerekek, mert mindenkit ki kéne dobni. Képzeld el mindenkit! És lehet, hogy olyan dolgok derülnének ki, amit nem is gondolnál. Jobb, hogyha nem is tudsz. Róla. Jobb, hogyha nem is tudsz róla. Nagyon nehéz az embernek a saját lelkét is elviselni. Nagyon nehéz az embernek a saját gyötrelmeit. Hát mennyivel inkább a másikét. Ezért ebben a pozícióban nem adatott más nekünk, itt, hogy szeressük egymást, és figyeljetek ide, itt csak egy igét olvasok, aztán megyek tovább, mert ez a gondolat nagyon mély, és igazából nem is tudom, hogy végre tudok-e menni, vagy bele tudok-e kezdeni, de szeretnék, mert tudom, hogy nem könnyű. Figyeljetek ide, törvényről beszélek, azt mondja, adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek, tehát ez a Róma 13:7-10-ig olvasom. Akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel az a tisztességet. Tehát itt már a tisztességben jön a tisztelet. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Mert ez, ne paráználkodj, ne őj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe. Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem illeti gonoszszal a fele barátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Tehát Jézusnak ezért volt egyetlen egy parancsa, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket, ez egy nagyon lájtos dolog, de megmondom neked őszintén, ezen fordul a kocka, hogy tudod-e önmagadat szeretni, úgy, ahogy az Isten szeret téged, és önmagadról kiállítani azt a bizonyítványt, amit az Isten állított ki rólad, hogy meg vagy mentve, a bűneid meg vannak bocsátva, és a fia lettél, és el van törölve minden, és az ördögnek nincs hatalma fölötte. Ez Kubinyi Károly bizonyítványában ezek állnak. Amen. És egy nagy piros pecséttel, a bárány vérének a pecsétje, ami mindvégig beszél az atyának, én rólam, oda van pecsételve. Ezt gondolom magamról. És ezt fogom gondolni a másikakról is. Az egész emberiségről, ugye, amit beszéltünk is, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, mondhatnám úgy is, hogy ez a világ szó inkább helyesebben úgy szerette Isten az embereket. Úgy szerette Isten az embereket, hogy odaadta emberként a fiát. Emberi testbe helyezve a fiát. Embereknek kiszolgáltatva odaadta a fiát, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék. És aki már nem hisz benne, az már immár elkárhozott. Nem majd elkározik, már elkározott. Tehát, ezért azt mondja, hogy figyelj, az egész törvény itt van beteljesedve. Itt a vége. Itt van valami olyan pont, egy olyan vonal, ami valami olyan mélyen kell, hogy megértsük. Hogyha ezt megértjük igazából, akkor valami zsilip kinyílik, valahogy az emberek felszabadulnak. Képzeld el, az emberek mint egy szezmográf, ami érzékeli a legkisebb rezdülést is, benne van az Isten szezmográfia az emberek lelkébe, és megrezdül, ahogy megszólal az Atya benned, megrezdül a szívükbe, és ez a szeretet hullám hosszán megy át. Nem megy át a törvényen, mert azt mondja, aki szeret, az betöltötte a törvényt. Fordítva nem igaz.
Aki a törvényt betöltötte, ugyanis nem is tudja senki, de az nem szeret. Sőt, azt mondja, hogy odadobod a testedet égő áldozatul, mit sem alszál, ha szeretet nincs benned. Minden tehetsz, de hogyha ez nincs meg, semmit nem érsz. Megmarad a hit, reményem, szeretet, ez a három, és ebből a legnagyobb az isteni szeretet, ami soha el nem fogy, soha ki nem apad. Ez a szeretet az, amire vágyódik minden. A gyerekek a szülőkkel szemben, a szülők a gyerekekkel, a feleséggel, a feleség a férjel, a munkatársi viszonyban, és mindenhol erre éhezik a világ. Ezt akarják meglátni közöttük, hogy szeretjük egymást, testvéreim. Onnan ismernek meg. Én nagyon örülök, hogy most voltam ezen a kapolcson, bár eléggé le van építve, tehát az hihetetlen azért a politika mit tud csinálni. Nincs reklám, ugye, mert nem az az oldal szervezte, aki most van, és ezért itt a több százezer ember helyett van pár ezer. Hallottad, hogy kapolcs van? Sehol nem hallottad. Sehol nem hallottad. Ezelőtt meg mindenhol itt az jött. Minden, még emlékszem a Megyesi, még le is látom, emlékeztek rá? Le is látogatott a Művészetek Völgyébe, hát lementem, és semmi, kihalt minden. Na mindegy, azért én nem haltam ki. És prédikáltam a templomba, az evangélikus templomba, a evangélikus püspök hívott meg, mert hallgatják ők is a prédikációkat, amiket elhangozzanak, és mondták, hogy nagyon-nagyon jó. Mert mire szabadít fel bennünket, hogy elfogadjuk egymást? Nem ítélgetvén. Szeretem a pápát. Szeretem az evangélikusokat. Szeretem a hídgyűliseket. Egyszerűen számomra nem lehet korlát, mert Krisztusban nincs korlát. Bennem nem lehet korlát. Nincsen. Vége minden korlátozásnak. És ez nem azt jelenti, hogy most kinek hol a helye, hát most nem ezt mondom, hanem egyszerűen kinyílik a szívem, és a világ, amikor elkezdi érzékelni, hogy ezek szeretik egymást, akkor megnyílik a szívük Krisztussal. És képzeld el, hogy tudom, hogy ismeritek ezt az igét, de azért még egyszer, még azért a Péter levelét olvasom, a Péter leveléből 1 Péter 2.17. Mindenkit tiszteljetek, az Atya fiúságot szeressétek, az Isten fejétek, a király tiszteljétek. Tehát azt gondolom, hogy itt valami az Isten nevében veszett el közöttünk, amit az Isten most vissza akar állítani. Vissza akar állítani. Ez szellemi dolog, ez az isteni szeretet, ez egy szellemi dolog, és a tisztelet. Ez a tisztelet. Tudod, a táborban elkezdtem már ezt mondani, de megint mondom, mert nagyon mélyen van a szívemben, és úgy érzem, hogy ki akarja bontani a Szent Szellem, nem fogok tudni a végére menni, csak tudod, van olyan, amikor érzed, hogy megfogsz valamit, és csak megérintetted, de úgy érzem, hogy civilbe, bocsánat, hogy ezt mondom, civilbe, mindegyikünk nagyobb tiszteletet kap a világba, mint a gyülekezetbe. Most még egyszer mondom. Civilbe mindenki nagyobb tiszteletet kap a világba, mint itt a gyülekezetbe. Egymástól. Ugye persze mondhatjuk, hogy vannak nagyobb emberek, kisebb emberek, tanárok, ilyenek, olyan, amolyanok, de nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy az nem létezik, hogy itt valahogy értéktelenebb vagy Krisztus testében, mint a világban, a magad pozíciójában. Az nem létezik, hogy nem tartjuk egymást különnek, nem valahogy hívő, szóval ez a hívőségünk, ez valahogy, mint hogyha egy ilyen, régen mondtam már ezt, de most újra eszembe jut, mint a vietnámi harcosok, meg nők, meg minden, hogy mindegyik egy ruhában van. Amikor megyek az erdész találkozóra, a legborzasztóbb az, hogy mindenki erdész ruhában van, én meg beállítok ilyen fücsúran, érted? Nézem, ki ez a sok szakállas öreg ember? Kiderül, hogy az osztálytársam. De minden erdész ruhában van. Meg vannak fosztva attól, hogy ők úgy egyébként abba öltöznek, mert érted, erdészek, erdész találkozóra, erdészek, ugyanezek a horgászok is egyébként. De érted, mert na most ha a hívők is fölvesznek egy ilyen uniformis ruhát,
akkor már nem számít az, hogy, hogy ki, mi, az a lényeg, hogy horgásszál, az a lényeg, hogy erdész legyél, az a lényeg, hogy hívő legyél. De Isten nem így gondolkodik. Isten úgy gondolkodik, hogy csodálni kellene egymást. Érted, amit most mondok? Csodálni. Aliszka, úgy örülök. Végre valaki csodálja. Az Iréke téged, te meg az Irékét, ha megegyeztem. És ennek a csodálatnak az alapja, pontosan az, hogy Krisztus odaadta érted az életét. Hogy Krisztus átölel téged és szeret. Hogy Krisztus gyermeket. Te Isten fiát látod a másikba, nem a bűnöst, nem a nyomorékot, nem a nyomorultat, nem az ilyen vagy olyan hibával rendelkezőt. Én emlékeztem, és ez egy nagyon nagy tanúság, hogy én rendkívül ilyen tisztelem a Piszter Emilt. Az Emilt. Az Emilt is nagyon. De az Emil a kegyelem fia. És akkor emlékszem egyszer csak, hogy a Ervin megszólalt, hogy jó, hogy nem ismered közelebbről. És figyelj, ez igaz. De az Emilnek szárnyakat ad az, hogy én csodálatosnak látom. Gyönyörűnek, megjelenik, és szép, és kegyelemfia, Emil beszél, és az Emil kinyílik a lelke, a szíve, és beszél. Hát ez mennyire rosszak tudunk lenni? Mindjárt ott van a kis szurkapiszka. Figyelj! Nem szeretnék ismerni ezentúl közöttetek senki test szerint. Ez egy nagy dolog. Nagyon sajnálom azokat, akik csalódnak bennem. Ezért adták nekem azt az ötletet, hogy azért régen mindenki jöhetett hozzánk, hogy azért akárki ne jöjjön hozzánk. Mert megtudja, hogy ma este nem fogok lábat mosni, hanem csak is össze. Nem Alice, nem ez egy filmben láttam. Azért ez mégis túl lehet, hogy volt olyan nap, hogy háromszor zuhanyoztam. Szóval az heti egyhez képest óriási fejlődésben vagyok benne. Heti egy, az bőven elég volt nekem, nyugi. Ahhoz képest az úr fölfejlesztett. Mit tesz a hit? Mi? A hit? Na tehát... Na de figyelj, de nem katasztrófa, hogy megismersz valakit, és utána csalódsz benne, és utána már nem úgy nézel rá, pedig a házasság alapja az, hogy gyönyörűnek lásd a feleséged. Hiába! Igen, igen, hiába látod meg a hibáit. A hibák nem győzhetnek le. Te látod azt a gyönyörűséget, ami ő Krisztusban, és egyszerűen ez őt kivirítja, virágoztatja, felvidítja, és ő is téged úgy lát, és nem... Mert a testi életünk sokszor lehangoló. Magaddal kapcsolatban is, hát magadra nézel, és azt mondod, hogy hát eléggé problémás eset vagyok. Szómiszó. De Isten nem így néz rád, hanem Isten úgy néz rád, hogy figyelj, nem vettétek észre, hogy ez a prédikáció fölemel bennünket? Hogy Isten nincs távolság, hogy megcsókolt, hogy a fiai lettünk, hogy mindig szeret, hogy nem emlékezik meg a bűneinkről, hogy stb. Ez az Istennek a lelkülete. Ezt a lelkületet kell csak képviselnünk, semmi mást. Tehát nem a saját lelkületedet, nem a saját érzelmeidet, ami most a proféciában is elhangzott, mert nem biztos, hogy úgy érzed, hogy szeretsz valakit, de nem is kell úgy érezned. Hát most ne haragudjál, hát semmi probléma. Rád nézek, és én biztos, hogy nem biztos, na. Hogy szeretni foglak. Biztos, hogy nem biztos, de szóval, de lehet, de amikor elkezdem azt mondani, meg amikor betölt engem ez a testvére, amikor beszélgettem, és mondta, hogy de hogyan kereszt, és mondta is, hogy olyan nehéz neki azt is elviselni, hogy a Mária még nem gyógyult meg. Ő Isten helyében meggyógyította volna. Bum-tum! Ez jó.
Csak ne felejtsünk el valamit. Csak ne felejtsünk el valamit. Legyen meg a te akaratod a mennyben, úgy itt a földön is. Nem a pásztor testvér akarata legyen meg. Meg nem a te akaratod. Az Isten akarata. És azt se felejtsetek el, hogy egy nagy háborúnak a részesei vagyunk, ahol minden egyes köny, betegség, szomorúság, minden egyes elbukás az ördög ellen egy bizonyíték lesz. Ezt komolyan mondom. Ott lesz, hogy nézd meg, mit csináltál. Nézd meg, hogy mit okoztál. Nézd meg, hogy ez lett. Tehát az emberiség arra is ki lett választva, hogy a mennyben lévő lázadást és megbomlást helyreállítsa. Rajtad keresztül van ez is helyreállítva. Angyalok kívánnak ebbe belenézni. Képzeld el, nagyon nagyszerű dolgok ezek. Na most olvasok még egy dolgot, hogy egy kicsit még ismeritek ezt az igét, de olyan szép a lábmosás, és szeretném gyakorolni egyszer. De ezt komolyan mondom, meg is próbáljuk, az Ervin már megmosta az Emil lábát, és az Emil is az Ervinét, ezt megtudtam. És mondták, hogy nagyon jó volt. Tehát úgy fogunk lábat mosni majd, most nem vicc, fogunk lábat mosni. Itt lesz két szék, nem, itt lesz két szék, két labor, te leülsz, a következő megmossa a te lábadat. Megtöröd, akkor aki megmosta, az felül, a következő, tehát itt sorba megyünk. Mi van a körömgombában? Van egy ilyen versem. Van egy ilyen versem, a körömgomba, de... A felvetés jogos. A szakembernek igaza van. Fújjuk. Fújjuk, tudod, van ilyen köröm, fürdés, de a fürdőben is van egy ilyen fertőtlenítő, tehát lábmosás és körömbombátlanítás lesz. Tehát egy másik székkel, melyik meg nátriumhidroxidot rakunk a vízbe, talán az még valamit segít. Na mindegy, és nem akarom ezt, de azt mondja a János 13, tudva Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, az Istenhez megy, felkelt acsorától, levévé a felső ruhát, és egy kendőt vévén körülkötti magát. Azután vizet tölt a medencébe, és kezdi mosni a tanítványok lábát. És megtörleni a kendővel, amellyel körül volt kötve, és imádkozott a körömgomba ellen. Néne azért Simon Péter, és azt mondta néki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felele Jézus és mondanéki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanéki Péter az én lábaimat, meg nem mosod soha. Felele néki Jézus, ha meg nem mosnak téged, semmi közöm nincs hozzád. Mondanéki Simon, Uram, ne csak a lábaimat, hanem kezemet, fejemet, mindent. Mondan azért néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. Különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindjárt, ugye itt a Júdásra gondolt. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik. Értitek, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester Uram? És jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én, Úr és Mester, megmostom a ti lábaitokat, néktek is meg kell mostatok egymás lábait. Mert példát adtam nétek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképp cselekedjetek. Bizony-bizony mondom nétek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezt. Na figyeljetek ide, itt van egy szellemi valóság, amit ez jelent. Valahogy meg kell ragadnunk, mert ebbe a tiszteletkörbe, és abba, hogy egészségesek és éppek tudjunk maradni, ez a lábmosás beletartozik. És én nem gondolom, hogy kéne egyébként lábat mosni, de tényleg egyszer azért úgy kipróbálnak, tehát hogy akik szeretnék. De most próbáljuk ki úgy gondolatban, jó? Leülsz, te a széken vagy, eléd letérte valaki, megfogja a lábaidat, megmossa és megtörli. Maga az érzés, ez egy nagyon érdekes dolog.
Ugyanis, amikor valaki ezt meg tudja cselekedni, akkor megalázza magát, megalázza magát te előtted, és a legalább való dolgot csinálja, amit a rabszolga szokott csinálni keleten, hogy a homokot, a port lemossa a lábakról, ugye, mert ott ezzel bajlódnak, mindenhol sivatag van. És a lámosás fölfrissíti, fölüdíti az embert. Nem csak, hogy megmossák a lábat, hanem föl is üdül, fölüdül az ember. De azt mondja Jézus, hogy most értsétek meg ebbe az üdítő folyamatba, ebbe a lámosásba. Ti is vegyetek részt. Tehát amikor látod, hogy koszos a testvéred lába, látod, hogy bűn van, nem stimmel, nem úgy beszél, nem úgy viselkedik, nincs rendben, akkor nem a fejét kell ütni, ahogy a Tibi mondta, hanem letérdelni, megmosni a lábát, és az bemegy a szívébe. Bemegy a szívébe az a szeretet és az az alázat. És úgy gondolom, hogy talán ezt a lelkületet teljesen elvesztette az egyház. Teljesen elvesztette az egyház. Kemények lettünk. Ítélkezők. Ha valamit elértünk, akkor már lenéztük a hitetleneket. Nem megrendült a szívünk úgy, mint Jézusnak, hogy sírt Jeruzsálem felett, hogy nem fogadta be a meglátogatást, pedig maga alá akarta gyűjteni a fiait, mint a kótlós, a csibéket, és sírt Jézus, meg volt rendülve, olyan szeretet volt benne azok felé, akik őt elutasították. Nem ez a szeretet van bennünk, és nem ez motivált bennünket, hanem a megfelelés, a keresztény elvárások és törvények és törvényszerűségek és az erkölcs és stb. És most folytathatnám az egészet, pedig ez a dolog valahogy sokkal fontosabb lenne közöttünk. És hogyha Jézus, nézzük ezt a lábmosást gyakorlatban, jó? És nagyon fontos, tudom, hogy ismerjük már ezeket az igéket, de azért belemegyek. Amikor a házasságtörő asszonyt oda viszik Jézushoz, akkor Jézus elkezd a porba írni, ugye valószínűleg az ott lévőknek a bűneit, és azt mondja, hogy az vessen rá az első követ, aki bűn nélkül való köztetek. És akkor elmennek. És azt mondja az asszony, hol vannak a vádlóid? És azt mondja, nincsenek, elmentek. És következik a lábmosás. Letérdel Jézus, és azt mondja, nem vádollak téged. Érted? Nem vádollak téged. Tudom, hogy bajba vagy. Szeretlek téged. Amikor a vádlás elmegy az életedről, akkor tud Isten benyúlni a szívedbe. A kereszténységnek nem a vádlást kell képviselnie, hanem az isteni szeretetet. Én sem vádolok, pedig ott volt az ige az Ószövetségben, hogy az ilyen asszonyt meg kell kövezni. Mondhatnám azt is, hogy ige ellenesen. Ugye sokszor azt mondják, hogy ige ellenes ez a kegyelem üzenete, engedi a bűnt. De nem igaz, hanem a kegyelem igazán szereti a bűnöst. Oly mértékben, hogy minden bűnén átlátva meglátja az eredeti embert, a megváltott embert abban. És amikor ezt meglátod, és ezt képviseled, akkor megmosod a lábát. Ugye Zákeusnál is ugyanezt történt. Zákeus, ma veled kell lennem, gyere le! És elment hova? A tanyájára, a házába, ahol sok bűnös parázna és ilyen pénzsóvágó, kicsapongó ember volt. Megmosta Zákeus lábát. Azáltal, hogy nem kioktatta, hanem elment hozzá. Átölelte. Azt mondja, ő is Ábrahám fia. Ő is egy elveszett. A Lator ott a kereszten azt mondja, hogy hát, emlékezz, azt mondja, ma velem leszel. Csak azért, hogy felém fordultál, elég volt ennyi. És akkor folytathatnánk tovább, tovább és tovább a sort. Csak nézzük a Péter lábát, hogy mossa meg Jézus, most nem itt ezt a lábmosást, mert hanem amikor megtagadtam, mit mond Péternek, hogy szeretsz-e engem, Péter? Mert ez a megtagadás a szívedbe a szeretetet
törte össze felém és a bizalmat, és ezt állítsuk helyre. Mert ez csak ez. Nem mondd azt, hogy te áruló vagy, te esküdöző vagy, te mit. Amikor megesküdött Péter nem ismeri, és átkozódott és szitkozódott, a kakas megszólalt, és akkor ránézett Péterre Jézus. És Péter keservesen sírva fakadt. Mert ez a tekintet nem vádló volt. Csak az, hogy ugye mondtam Péter, hogy baj lesz. De azt mondtad, hogy nem fogsz elárulni, de itt megtörtént, de én szeretlek Péter. Most hiszem, bízok benned Péter. Ránézett és keservesen sírva fakadt. Gyerekek, ez a tekintet, ez nem a vádló volt. A vádló az, aki éjjel-nappal vádolja az Isten szentjeit, az levettetett a mennyből. Isten nem vádol bennünket, hanem egyszerűen szeret. És ez a fajta gesztus, ez a fajta hozzáállást megérzik az emberek, hogy nem fölülről, hanem lentről. Nem kioktatva, hanem elfogadva. Megbecsülve, nagyra becsülve a másikat. Amikor ezt a nagyra becsülést elkezdjük megélni, és kiárad, és tudod, ez az újrakezdésnek a lehetősége is egyébként. Hogy nem a... Tudod, nagyon nehéz. Én nekem azért volt jó Zalaszengrodról elkerülnöm, mert én voltam Zalaszengrodon a legrosszabb gyerek. Tehát engem mindenki ismert, én két iskola volt, mind a kettőbe jártam. Azért már az egyiknél befélegzett minden lehetőségem, kész, vége. Már csak a folyosón voltam minden órán, tehát ott már nem tudtam így órára menni, mert mindenhol itt kizavartak. Tehát most így... És akkor mentem a másik iskolába, ahol azért összeszedtem nagyon magam, de rendkívüli... Tehát ha valaki azt mondta, hogy Kubinyi Karcsi, na most amikor Sopronba mentem, akkor nem tudták, hogy ki vagyok. Fantasztikus érzés volt. Nem tudták, hány ablakot törtem be. Hány embernek lőttem csúzival be a fejét. Hányszor verekedtem. Én nagy verekedős voltam. Én olyan embereket megvertem, amit csak akartam. Azért, mert ilyen buldog voltam. Tehát nem érdekelt, hogy letépik a fülem, kihúzzák a hajam. Én megvertem mindenkit, akit akartam. De ezt most hagyjuk. Nem mondtam eddig? Hát most majd jönnek az új tanítások előállítani. Én erről nem akarok beszélni, de Sopronban új teremtés lettem. Erdész diák. Egészen más. A csajok is másképp néztek rám. Minden más lett, és eleve elindult egy siker az életemben, ami Zalaszengrodon nem történhetett volna meg a múltam miatt. Nem történhetett volna meg, még a saját szüleim miatt se. Mert ők azt látták, amit én ott vergődtem, és az nem sok volt. Tehát, hogy nem túl sokáig jutottam el, legfeljebb a körtefa tetejéig. De igazából ez az evangélium. Egy újrakezdés teljesen tiszta lappal. Isten így gondolkodik minden emberről, és azt akarja, hogy te is gondolkodj így. Mert abban a pillanatban, amikor így gondolkodsz, az emberek megérzik a változásnak a szerét. Megérzik a lehetőségüket, megérzik a szépségüket. Milyen érdekes, hogy nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, de mondjuk van egy ilyen kis csúnyácska lány. Nem kell senkinek. Egyszer csak valaki meglát benne valamit. Elkezd udvarolni neki, a lány kezd szép lenni, és egyből mindenkinek ő kellene. Nem tudom, hogy... És ez így van? Ez így van. És ez mindenben így van. Ez mindenben. Amikor felfedezik a szépet, a jót benned, kivirulsz, és akkor a másik is meglátja, és egyből kéne neki. De addig ő ezt nem látta meg. Nem látta meg. És meg kell, hogy értsed azt, hogy Isten valahogy ebben a módozatba akar jönni hozzánk, és pontosan ellenkezője, mint a világ szellemisége. A világ szellemisége, a nagyok azok uralkodnak, Istenné pedig a nagyok azok ezt az alulról való megközelítés szellemével munkálkodnak.
És hát annyira sajnálom a kereszténységet, hogy nem ez jellemzett bennünket. Azért mondom, hogy talán a végére már úgy, mire a világ vége lesz az évre, talán sikerül keresztényé válunk. Nem tudtam, hogy ez ilyen nagy feladat lesz. Levetkőzni a saját gyülekezetünk hülyeségeit, a tradíciókat, a tanításbeli magaslatokat lerombolni. Nem gondoltam, hogy ilyen nehéz. Egy ateistából megtért embernek sokkal könnyebb hívővé válni. Mert egyszerűen, akik meglettünk nyomorítva a törvényességgel, az ítélkezéssel, a kárhoztatással, a bűn kereséssel és a bűnöknek a cizellálásával, egyszerűen nagyon-nagyon nehéz meggyógyulnunk. De meg fogunk gyógyulni, csak nehéz, érted? Nehéz. És igazából azért mondja Jézus, hogy az utolsókból elsők lesznek, az elsőkből meg utolsók, mert ez az Izraelre is vonatkozott. A választott népre. Hát nem ismerték meg a meglátogatást. Egész máshonnan várták a dolgokat, másképp képzelték el, és fölülről próbáltak erősek lenni, és megölték Jézust. Hát tudjuk, hogy a bűneit ölték meg Jézus, de akkor is közreműködtek ebbe a gyilkosságba, hogy Péter mondja, hogy gonosz kezeitekkel fára feszítettétek. Miért? Miért? Mert fölülről, a világ szemléletéből, az uralomból másképp gondolták, hogy Isten uralkodni fog. Másképp gondolták, hogy Isten behozza a királyságát. Ez a királyságnak ilyen királya van a kereszténységnek, hogy letérdel és mossa a lábunkat. Ez a mi királyunk. A mi királyunk előttünk térdel és szolgál nekünk. A mi királyunk szeret bennünket és az életét adja oda értünk. A mi királyunk egyszerűen a szellemét adta oda ért nekünk, hogy boldogok legyünk. Az örök életét adta oda, hogy feltámadjunk. A mi királyunk teljes mértékben leszáll a legmélyebb szektorba, hogy a legmélyebb szektorból is azt mondja, hogy nagyon szeretlek téged. Ez a mi királyunk. Ennyit a tiszteletről, egy kicsit csak úgy megcsippentettük, de nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ebbe az irányba haladunk, és annak is nagyon örülök, hogy mostanában, akik közénk jönnek, egyre többen azt mondják, hogy olyan nagy szeretet van itt közöttünk, és mindennél többet érez, hogy ezt érezzék az ide bejövő emberek, egy elfogadást és egy szeretetet. Mert ha ez nincsen, akkor lehetnek jelek, egy csodák, meg akármi. Villám jöhet le az égből, semmit nem számít. Semmit nem számít. Nem a te nevedbe üztünk ördögöt, tettünk sok, és azt mondja, sohasem ismertelek benneteket. Azt mondja, sohasem. Mert Istennek a szelleme nem a jelek és a csoda, az csak követik. Az csak követi. Az Istennek a szelleme a szelíd és alázatos szellem. Aki a megtörött nádat nem töri el, a füstölgőbét, mint saját nem oltja el, hanem igazán hirdeti az Úr kegyelmének esztendejét, az Úr irgalmát, igazán. És mint napkelettől napnyugat, olyan messzire tér tőled a bűneidet. És amilyen könyörülő az Atya fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az ötfélék iránt. Köszönöm Jézus, hogy megtanítod ezt nekünk, és felszabadítasz bennünket erre örömre és szabadságra, hogy tudjunk ebbe járni, hogy egymást különnek tartsuk, hogy tiszteljük egymást, és nem a bűnei szerint bánjunk senkivel, ahogy te se bánsz így velünk. Hogy itt ebben a közösségben mindenki újra tudjon kezdeni. Az is, akinek már százszor tönkre ment az élete. Az is, aki kihullott közösségekből, és már sehova nem fogadták vissza. Az is, Uram, aki küszködik a homoszexualitásra, de akar téged, hogy megtaláljon itt, helyre találjon, hogy szeretettel befogadjuk, Uram, és biztassuk egymást, hogy egymást különnek tudjuk tartani a Jézus nevében. Amen. Amen.